mindenkinek nagy szeretettel köszöntünk benneteket, a hétközi forduló legfrissebb adása jelentkezik. Most is hangsúlyozom, hogy tessék feliratkozni a YouTube csatornánkra, egyébként pedig lehet követni az NB1.hu-t a TikTokon, az Instán, a Facebookon és a Twitteren is, és várjuk a hozzászólásaitokat és a kommentjeiteket. Ami a mai témáinkat illeti, beszélgetünk arról, hogy új vezetőedzője van a Ferencváros labdarúgó csapatának, Szoboszlai Dominik megszerezte az első gólját a Liverpoolban, és szó lesz arról is, hogy maratoni hosszúságú volt az Újpest-Kisvárda bajnoki találkozó. Nagy szeretettel köszöntöm mai vendégeinket, akikkel tehát az alábbi témákat érintjük. Majd itt van velünk Barna Judit kosárlabdázó, sziasztok. Csank János korábbi szövetségi kapitány, Gál Tamás az NB1.hu szerkesztője, és Kabát Péter sportkoordinátor az Újpestről. Nagyon örülök, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, köszönjük szépen ezúton is. Egyébként szerettük volna elhívni Mátyus Jánost, még azelőtt, hogy Kisvárdára kinevezték volna. Eddig az volt a jellemző, hogy a hétközi fordulót követően jutnak állás, illetve szerződéshez játékosok, illetve edzők. Most egy picit megfordult a sorrend, Jani jött volna, de helyett most már Kisvárdán van. Egy csomót poénkodtunk itt az adás előtt, hogy nem jött a Jani. Én vele nőttem föl, egyébként a Honvédba vele kezdtem a focit, úgyhogy még itt a pont kis Újpesten kim volt a Várda elleni meccsen, és akkor poénkodtuk, hogy találkozunk, de hát Jani nem jött. Sajnos. És úgy látszik, hogy ilyen edzőváltásos időszak következik az NB1-ben, vannak pletykák, és hát vannak most már hivatalos hírek is, hiszen hiába szerepelt kiválóan Máté Csabával a Ferencváros, Dejan Stankovic lett a csapat új vezetőedzője, úgyhogy ez az első hírünk, amely így hangzik. A Ferencváros, amely hétfőn nevezte ki új vezetőedzőjét Dejan Stankovic személyében, zsinórban 5. alkalommal jutott be valamelyik európai kupasorozat, ezúttal az Európa Konferencia Liga csoportkörébe. A zöld-fehérek a litván Žalgiris elleni 2-2 győzelem után első kalapból várták a sorsolást, amelyen a tavalyi döntős Fiorentina mellett a belga Genkel és a Csukaricskivel kerültek az F csoportba. A sorsolást követően Orosz Pál, az FTC labdarúgó ZRT vezérigazgatója azt mondta, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is szeretnének eljutni a legjobb 16 közé, és kiemelte, hogy a sorsolással Magyarországhoz hasonlóan most Európában is Lila a legnagyobb riválisuk. A zöld-fehérek hétvégén egyébként 2 gólos hátrányból fordítva 6-2-re nyertek Zalaegerszegen. Ebben a hírben több érdekesség is van, amelyről beszélni szeretnénk, de természetesen az első, a legfrissebb, ez pedig az, hogy tehát Dejan Stankovic irányítja mostantól a Ferencváros. Én azt hiszem, hogy amellett, hogy természetesen a szervező szeméről is beszélgessünk, az időzítés talán a leginkább érdekes és izgalmas, hiszen Máté Csaba beugrott és vele nagyszerű teljesítmény nyújtott a csapat, úgyhogy egy nagyon nehéz időszakon segítette át az együttesét, már ugye hosszú évek óta ott dolgozott másodedzőként. És ez a szurkolóknál azért nem aratott osztatlan sikert. Márhogy az időzítés nem az új edző személye. Hát igen, ez mindig lutri kérdés egyébként, hogy nyúlnak bele. Hát biztos volt egyébként, hogy lesz edző, külföldi edző a Ferencvárosban. Nem tudom, melyik a Máté Csabának milyen papírja van, mert ugye elvileg Pronicensnek kéne lenni, bár a szövetség elnéző ezzel a papírügyel. Jellemző, hogy az egyik edző azért nem nyilatkozhatott a mérkőzés után, mert nem volt pro-licensze. Szerintem Máté Csabának van, de most ebben nem vagyok teljesen biztos. Jó, nem hiszem, hogy ez nem tudom, hogy volna a probléma. Csak azért mondom, hogy ezeket én nem tudom annyira, hiszen ő csak ott volt edző igazából a Ferencvárosban, és hát most gyakorlatilag azért van nekik a menő megerősítés. Igen, folyó, oké. Nagyon helyes egyébként, és akkor viszont már így egy kicsit élesebb a téma, azt mondom, hogy ki kellett volna várni vele ezt a őszt. Én legalábbis úgy érzem ebben a szituációban, mert a Ferencváros tényleg látványosan előre lépett, amióta átvette. Kicsit a habitusából is adódik, hogy a két mosolytalan edző után jött az ide ki egy kicsit talán mosolygósabb, és tényleg sokkal jobban játszottak. Több futás volt, már ilyen mosolygósabb futás, hogy úgy mondjam, mert mindig azt szoktam, hogy a... Ez milyen a mosolygósabb futás? Azt én sem tudom, ez olyan, ezt nekem mindig mondtam, hogy amikor a labda nálunk van, akkor mosolygunk, amelyek az
az ellenfélnek, hogy vicsorítunk. A kettőt nehéz össze, nem szabad összekeverni, és most egy kicsit úgy, ott a Traoré például, akit én megmondom, hogy meg kivágtam volna a csapatból én is, és akkor hirtelen csak elkezd így játszani, mert előtte, igen, és gólokat rúg, mert előtte még rosszul játszani, mert én néztem, mindig idegbajt kaptam tőle, és most villog, és csinálja, és ez szerintem ez azért a stábnak, illetve hát a Csabának a ráhatása volt, és tényleg sokkal jobban játszott a Fradi, úgyhogy ez kicsit érdekes, hát remélem, hogy nem pukkannak ki, mert most jön a gyakorlatilag a Fradinak azért a nehéz dolga, mert most őszintén most nem akarom itt a Zalgiris, de hát ezek nagyon vak csapatok voltak most, akikkel játszottak, és most azért, akikkel szemben találkoznak, már nemzetközi szintről beszéltem nyilván ezek, azért most itt a Fiorentina, azért nem azért, konkrétan most azért nem annyira jó az olaszoknál, de mégis egy ilyen csapat, a Genk az, mint tudjuk, ezek a belgák mindig veszélyesek, hát a Csukaricskin, hát a Bicskót lesz a sportszár mellett, úgyhogy most azért nem lesz egyszerű helyzet, és ha ebből jól jönnek ki, akkor azt mondom, hogy akkor sínen vannak. Nátok otthon mennyire kerül szóba a Ferencváros, meg egyáltalán milyen szemüvegen átnézitek a Fradi körüli eseményeket? Egyébként nyilván az, hogy egy konferencia ligába eljutott, azt gondolom, hogy már könnyű meccsek egyébként nincsenek, és az, hogy legalább eljut egy csapat ilyen szintre, én azt gondolom, hogy egyébként ez tök jó dolog. Talán az edzőváltás azban is benne volt, hogy talán az edzőnek több nemzetközi tapasztalata lehet, és úgy gondolták, hogy talán ez most kell már ezeken a szint, vagy ezen a szinten, hogy picit több rutinja legyen egy edzőnek ilyen komoly csapatok ellen. Attól függetlenül én is azt gondolom egyébként, hogy szépen játszott a Fradi az elmúlt mérkőzéseken. Azért 6-2-vel megnyerni a meccseket azért az komoly már. Igen, ugye Máté csapat háromszor rúgott a csapat, hatott. Igen, szóval, hogy de természetesen azért én reálisabban szoktam látni és nézni a mérkőzéseket, mint a párom. Igazából valószínűleg nagyon nehéz egyébként eltalálni ideálisan, hogyha az ember abban gondolkozik, hogy kell új vezetőedző, hiszen csak a másodedző ugrott ugye be a vezetőedzői pozícióba, akkor ugye elkezd keresgélni. Na most valószínűleg most sikerült egyenségre jutni Stankovicsa, vagy esetleg kivárta azt, hogy bejut-e a csoportkörbe ez a Ferencváros. Szóval, hogy bal szerencsés az időszítés amiatt, hogy Csabával tényleg ennyire jól mentek, de nem tudjuk, hogy konkrétan mi volt az időrend, és esetleg mikor kezdődtek meg a tárgyalások az új szakemberrel. Egyébként valószínűleg ez, amit te mondasz, hogy faktor lehetett a tárgyalás során, mert ezért egy külföldi edzőnek idejönni egy konferencialigás Fradiba az oké, idejönni egy évet csak az NB1-ben játszani, az nem biztos, hogy annyira oké. Tehát ez szerintem simán tényező lehetett, és talán nem is véletlen, hogy most lett ebből végleges pacsi ahhoz képest, hogy talán az első nevek között volt a Stankovics, akit bedobtak. Igen, már amikor augusztus közepén egyébként szó volt. Elég kirúgták a Csercseszobot, kijött az első pár név, és aránylag hamar megjelent a Stankovics is. Úgyhogy szerintem ez is mindenképpen tényező lehet. Mi az, ami új volt szerinted a Fradi játékában Máté Csabával? Mi az, ami változott? Inkább a régi, vagy legalábbis a Csercseszovnál kreatívabb és eredményesebb játék. Igazából szerintem Máté Csaba nem varázsolt semmi óriási nagy hókusz-pókuszt, igazából felrakta úgy a csapatot, ami a legjobban alkalmas arra, vagy az a játékrendszer, ami a legjobban alkalmas arra, hogy ezeknek a játékosoknak, akik azért minőségi szintben jóval az NB1 fölött vannak, kidomborítsa az erényeit. És ez igazából szerintem egy ilyen erőviszonyokkal egy bajnokságban ez bőven elég, meg most nyugodtan vehetjük szerintem ezeket az ellenfeleket az EKL-ből, mi nyugodtan vehetjük úgy, mint hogy NB1-es csapatok lennének, mert szerintem sokkal magasabb színvonalat egyik sem képviselt. Úgyhogy szerintem ezt csinálta nagyon jó Máté Csaba. Az, hogy végül nem tartották meg, nehéz ez, mert hogyha most októberig megjön mondjuk egy bezuhanás, meg ugye Máté Csabát nem láttuk nagyobb csapatok ellen játszani. Nem az ő hibájából lehetősége se volt rá, mert egy nagyobb csapat se jött ez alatt szemben. Persze másképp, hogy másodedzőként ugye végigvitte az elmúlt 12 évet. Igen, tehát szívem szerint én is tök szívesen rábíztam volna, hogy na akkor nézzünk meg néhány csoportmeccset vele, hogy ő mit tud. Csak hát ugye a Fradi nem úgy hozza döntéseket, hogy az én érdeklődésemet, meg az ilyen mindenféle szakmai ilyenségeket kiszolgálja. Szóval valószínűleg ez volt a legracionálisabb döntés, mert ha meg egyébként jön egy beesés október végére, akkor meg szegény Máté Csabát ki kell rúgni, és akkor meg ennyi volt. Tehát szerintem az se feltétlenül egy jó szenárió.
érzelmileg mindenkinek szerintem van egy kis hiányérzete, mert jó volt magyar edzőt sikeresnek látni a Fradi kispadján, de összességében szerintem ez volt a legracionálisabb. Igen, ugye végül is erről azért sokszor szó van, hogy kevés a magyar szakember, a sikeres magyar szakember, hát ez a periódus mindenképp sikeresnek nevezhető. Az érdekel, hogy vajon az öltözőben hogyan csapódik le egy ilyen döntés, miközben ugye szárnyalni kezdett az előző vezetéssel a csapat. Én így visszatérve Máté Csabához, szerintem a csapat az abszolút felszabadult. Tehát amikor ő átvette a Fradit, és ő lett a kinevezett vezető edző, akkor nem hiába rúgtak azért három meccsen 18 gólt, azért 3x6 gólt rúgni egy NB1-es mezőnybe azért nem semmi. Úgyhogy én azt vettem észre, mintha így feloldottak volna a játékosok, és görcs nélkül játszottak. Hát nem tudom, hát most az öltözőbe ott, hogy most ez a változás... Neked volt esetleg ilyen a karriered során? Emlékszel ilyen hasonló szituációra? Hogy egy jó periódusban... Hát ugye, vagy egy olyan edzőtől kellett elköszönni, már hát félig meddig elköszönni, akit ti szerettetek, akit elfogadtatok, és jött helyette valaki, aki sötét hát azért sokszor volt, tehát azért elég sok csapatban játszottam, és azért elég sokáig, úgyhogy voltak, amikor olyan edzők távoztak, akiket mondjuk szerettünk, vagy mondjuk közelebb állt hozzánk személy, úgyhogy hát nem, az eleje szerintem nem lesz egyszerű, tehát azért meg kell ismerni a csapatnak is a vezetőedzőt, és fordítva is, de hát azért a... Nagy ecsedem kezd egyébként a kupán, a kupa meccsen, ugye a kupában. Nehéz lesz. Az nehéz lesz nagyon, de így visszatérve azért szerintem kell egy kis idő, hogy így összeszokjon a csapat a vezetőedzővel, de szerintem biztos, hogy majd meg fogják ugorni. Ugye Varga Barnabás nagyon jól ment Máté Csabával. Kell-e vajon aggódni szerintetek a magyar játékosoknak? Szóval az embernek jön egy külföldi edzője, és egyébként pedig vannak délszláv futballistái a Fradinak, akkor nyilván előtérbe kerül az, hogy esetleg mondjuk a saját honfitársait, vagy a saját közegét jobban az előtérben részesíti. Volt egyébként neked délszláv edző, szerb edződ esetleg? És hogy volt, természetesen. Mi az, amit ugye pluszban tudnak adni, mert ez a mentalitás persze azért igen, ezt ők hozzák, jó eltanulni. Igen, azt hozzák magukkal, főleg ugye a szerb játékosok is, tehát nagyon jó, hogy a pályán is, meg a pályán kívül is nagyon-nagyon sokat lehet tőlük egyébként tanulni. Én azt gondolom, hogy ilyenkor, amikor edzőváltás van, akkor minden játékos még inkább, még jobban meg szeretné mutatni azt, hogy ő mit tud, mert most bennük lesz szerintem még inkább egy bizonyítási vágy. Minden edzőnél azt gondolom, hogy más feltételekkel van ugye más szeret, ezt ugye meg kell nyilván nekik, tehát össze kell szokniuk. De én azt gondolom, hogy amit én tapasztaltam, hogyha mindig történt egy edzőváltás, akkor mindig az jobban talán feltüzelte a játékosokat, mert ugye annál inkább meg szeretnék mutatni, hogy ők igenis képesek arra, hogy a pályára valók, hogy bízzanak benne, hogy jó játékosok, úgyhogy én azt gondolom, hogy szerintem ezzel nem lesz gond. A szerb mentalitással kíváncsi vagyok, hogy azt majd hogy fogják bírni, vagy milyen lesz ő, tehát hogy, de szerintem ez tök pozitív, mert ők mindig, tehát a szerbek mindig győzni akarnak. Ez valakinél jó, valakinél ugye negatív attól függ, hogy ugye ki milyen ember, mert valakinek kell az, hogy mondjuk leüvöltsék, és ő attól föltüzeli magát, de valaki ugye ezt mondjuk nem szereti. Tehát, hogy valaki pont ettől esik úgymond össze, hogy fú, most velem megint üvöltöztek, vagy nem tetszett neki, amit csináltam. Szóval meg kell szokni ezt a szerb mentalitást, kíváncsi leszek rá nagyon. Kell, vajon tényleg Varga Barnának mondjuk kiragadtam az ő nevét, hiszen azért ugye most kapott inkább lehetőséget, és hát most szórta a gólokat Máté Csabával, hogy mondjuk inkább majd Pesics kerül előtérbe? Hát izgulhat szerintem, mert azt a nem tudom, 80-100 percet, amit eddig Pesistől láttunk, az alapján ő is elég jó játékosnak tűnik, viszont én egyébként előre nem voltam az a károgó, aki írta, hogy ő karrier tönkretenni megy a Fradiba, de ez egy picit féltettem, mert ő azért mégiscsak ez a népmesei hős karakter, hogy osztrák ötből jött, meg szőlészetben dolgozott, meg mi egymás, és azért az ilyesmi, ez a legifjabb királyfi karaktert gyakran szétszedik, amikor bekerül egy olyan öltözőbe, ahol az adott szinten meg sztárok vannak. Viszont hát ő az eddigi teljesítményével úgy nagyon nehéz vitába szállni, akár öltözőn belül, akár öltözőn kívül. Nem tudom, egyszer még engem delegáltatok az egyik Fradi meccsre, és akkor ott a sajtószektorból néztem, hogy vezettek egy akciót, és a Varga nem azt a megoldást húzta, amit a Traoré szeretett volna, és a Traoré hát nem akadt ki nagyon, de így mutogatott, hogy hát szerint ezt marhára máshogy kellett volna végigvinni. Aztán a következőnél a Varga meg ment a saját feje után, beadta a Traoré gólt lőtt, és egyből egy olyan pacsi volt, hogy tehát láttad a Traoré-n azt, hogy hát jól van, öreg, igazából végül is igazad volt. A 11-es átadása is ugye egy gesztus volt Varga Barnának. Amúgy nekem ennél a 6-2-nél tele lett a pelus, mert ugye én írtam a felvezető elemzőt,
elemzést, és azt írtam, hogy az volt valami a cím, valami ilyesmi, hogy országos kettes a fradizalai vendégjátéka. És 0-2-nél egy kicsit megijedtél, hogy 2-0. Ugye elva újságíróhoz méltóan odabigyeztettem egy kérdőjelet a végére, na de azért a 20. percben ott 2-0-nál, ott vakartam a fejemet. Hát mint szegény Egervári Sándor, amikor mondta Holland 4-0-nál, hogy nem lenne jobb belefutni egy 8-asba, hát én is így néztem, hogy nagyon nem lenne jó nekem, hogyha most 4-1-re felmosálnak a Fradival, de hát visszajöttek szerencsére. Egyébként, hogyha a magyar csapatok utóbbi évekbeli nemzetközi szereplését nézzük, akkor ez a szerb mentalitás, ez a vonal egyébként bejött. Tehát vagy az ukrán Rebrovval, vagy Csercseszovval is, vagy még korábban a Vidi Márko Nikolicsa kifejezetten sikeres tudott lenni nemzetközi porondon. Az ugye egy másik történet, hogy viszont ez általában azért a hazai szereplés rovására ment, hiszen egészen más futballt követel meg a nemzetközi porond, sokkal inkább kellett egy célfutball a Fraditól, itthon meg várjuk ugye a gólokat és a szemet gyönyörködtető futballt. Hát azért a Fradiban megvannak azok a játékosok, most itt a Varga Barna is, hogy gól erős, tehát azért 7 gólos azt hiszem már a magyar NB1-be, tehát vezeti a góllövő listát, azért nem véletlenül. Én szerintem abszolút nem kell félnie, vagy tartania, hogy ő nem fog játszani, tehát egy magyar válogatott csatárról beszélünk. Most az, hogy idejött egy külföldi edző, szerintem akkor is biztos lesz a helye. Magasan kiemelkedik szerintem a Fradi csatárai közül. Úgyhogy igen, hát azért itt a külföldi edzőkkel a utóbbi években azért a magyar csapatok azért kiemelkedőt nyújtottak. Nem könnyű csoportba került a Fradi, tehát azért azt leszögezem, hogy azért Fiorentina, még hogyha nem is szárnyal az olasz bajnokságban, de azért egy nagyon erős kerete van. Azért a Genket ne írjuk le, ma a belga bajnokság előrébb tart szerintem, mint a magyar, tehát azért egy erős bajnokság az. És azért a Csukaricski, az mondjuk nekem egy ilyen fekete bárány, nem tudom, hogy milyen erősségű. Hát az a szerencs, hogy a Stankovicsnak nem. Én abban bízom egyébként, igen, hogy valaki egyébként Szerbiában bele lehet nyomani szerintem egy rossz eredménybe, de hát ha így a Stankovics okán nem kell erre számítani. Valakitől azt hallottam, hogy Csukaricski nem olyan erős most. Tehát, középmezőnyben van, azt hiszem. Szerbiában. Középmezőny. Én szerintem a Fradi azért ott lesz, tehát esély az biztos, hogy megvan a továbbjutásra. Én, szerintem nem csak én, hanem mindenki szurkol, hogy utolsó magyar csapat jusson tovább, és a 16 között legyen, tehát én abszolút szurkolunk nekik. Úgyhogy, ezért a konferencia ligában azt hiszem kifejezetten nehéz csoport. Szerintem hasonló, csoport, mint az igen. Európa Ligás tavalyi csoport, igen. csak ezen a szinten, ez a harmadik számú kupasorozat, abban azért nehéz. Nehéz csoportba került, én is azt mondom, de azért van esélye a továbbjutásra abszolút. Megvan a kerete, játékosai, úgyhogy drukkolunk. Egy magyar edző egyébként milyen szemüvegen átnézi a külföldi edzők szerepvállalását? Például az, hogy azért itt elég sok sikeres szerb Vignyevics akár Újpesten, vagy Tomislav Szivics annak idején ez egy nagyon hosszú időt töltött Magyarországon. Úgyhogy van sok példa egyébként arra, hogy itt otthonra találnak. Igen, hát egyébként tényleg jó mentalitásúak nagy többségében. Egyébként érdekes, mert annak idején, amikor a időnkben, hogy úgy mondja, magyar edző kiment Spanyolországba, nem vitt magával magyart, mert azt mondja, hogy akkor azt hiszik, hogy kivételezik vele. Most megérkezik egy szerb, az körbeveszi magát egy hadsereggel egyből, hoz legalább vájedző, masszőr, anyámtyukja, még 3-4 játékos, és akkor ott vannak. Most már egyébként Európában rájöttek arra, hogy nem szabad ugyan 3-nál többet hozni egy országból, mert az már bizonyos értelemben klikesedést okoz. Hát itt azért Magyarországon voltak ilyenek szép számmal. Hogyha nem tetszettél egy csapatnál, akkor megbeszélték, kikaptak kétszer, az ki voltál rúgva, és már érkezett abból a nációból edző, aki kellett. Tehát én azért nem állok el tőlük nyilvánvaló, mert ők se tőlünk, ha kimennénk oda, aztán meg hát nem ugyanaz. Tehát egy edzőnek elnéznek külföldinek valamit, amit a magyarnak nem. Tehát én szerintem ez így van játékosként is. Egyébként érdekes, mert külföldön, hogyha egy csapat rosszul szerepel, először mindig a légiósba kapnak bele. Nálunk nem így működik, tehát annak idején is, tehát inkább a légiósok voltak, akik hát körbe voltak véve valami édőburokkal, kint egyből a légiósba kapnak bele. Tehát ha kimegy egy magyar, és rosszul játszik egy kicsit, akkor... Tehát itt érdekes, és hát én meg pont más típusú voltam, úgyhogy ez nem biztos, hogy népszerű volt, hogy én inkább azt néztem, aki nem jó. Tehát ez egyértelmű. Tehát egyébként meg aki olyan, az jól teljesít, nekem semmi bajom a külföldedjük. A Vignyev is például jól csinálja, de mindesetre ennyi év után illene magyarul tudni valami, legalább 3 mondatot elmondani. Hogyha már itt is játszott annak idején.
Hát de angolul nyilatkozik. Hát most ez az újságírók, a riportereknek a problémája. Hát egyébként szerintem nagyjából már úgy mindent ért. De most osztrákban azért lehet, hogy megkövetelnék tőle azért egy kicsit. Mert annak idén a Trapattoni kiment 58 évesen, és a negyedik hónap után ott pattogtak vele a németek, hogy miért nem németül tartja a sajtótájékoztatót. Tehát azért azt mondom, hogy ez egy kicsit nálunk, azért most ezt nem negatívan mondom, hanem hogy a magyar vezetők így állnak a külföldiekhez. Kint ez nem így működik, tehát ott oda teszik a pénzt, az pofán verrek, hogyha nem sikerül. Tehát ez így működik, tehát itt egy kicsit előnyben részesítik őket, amit hát jó, hát nekem már mindegy, de a fiataloknak nem annyira. Minden esetre reméljük, hogy Dejan Sztankovicsal legalább olyan sikeres lesz a Ferencváros, mint amilyen sikeres Máté Csabával volt. Máté Csabának pedig a legjobbakat kívánjuk az új feladat köréhez, bármi is legyen az. Egy magyar légiós következik, aki megdolgozik a sikerért, a pénzért, úgyhogy azt hiszem, hogy mindenki hallott a most következő hírről. Bő 10 év után újra magyarból született az angol Premier League-ben. Szoboszlai Dominik szerezte a 3-0-ra végződött Liverpool-Aston Villa bajnoki első találatát a negyedik fordulóban, már a meccs harmadik percében. Ezt megelőzően utoljára Gera Zoltán szerzett gólt magyarként angol bajnokin. A jelenlegi U21-es szövetségi edző West Bromwich-Norwich meccsen volt eredményes 2012. decemberében. Gera Zoltánt is akkor sokszor Steven Gerrardhoz hasonlították, egyébként Szoboszlai Dominik is nyilván a Messi miatt is sokszor megkapja az összehasonlítást, illetve az új Gerrardot látják benne. Mennyire követitek, mennyire szurkoltok neki? Őszinte leszek, én annyira boldog vagyok már, csak azért is, mert hihetetlen, hogy még így is tud szegény negatív dolgokat kapni, ugye azért, hogy oda ment, és hogy nem fog neki sikerülni, nem olyan lesz, persze már, hogy nem tudom, itthon ugye a magyar válogatott meccseken nem is így játszik, és ezeket amúgy nagyon rossz nézni, mert nyilván én is, hogy benne vagyok ebbe a sportvilágban, és nyilván minden sportágat nézek is, és hihetetlen, hogy képesek az emberek még akár ebbe is belekötni, és én annyira örülök, hogy ő megmutatja, hogy mennyire ügyes és hogy mennyire oda teszi magát, hogy tényleg az edző, ahogy nyilatkozik róla, és hogy most már azt hiszem, hogy a második meccs volt, amin ugye megválasztották. Hogy a meccsembere lett, és én annyira, de annyira örülök neki, őszinte leszek, hogy ő ezt így meg tudja mutatni a világnak, a magyaroknak, mindenkinek, hogy igenis képes valaki ilyen magas szintre eljutni, ennyi munkával, hogy kitartó. Szóval én személy szerint nagyon-nagyon boldog vagyok. Figyeled a kommenteket egyébként? Tehát, hogy a közösségi igen. felületeiden te akár reagálsz is, és hogyha negatívat kapsz, akkor az hogyan csapódik le? Meg mennyire jellemző, hogy mondjuk a sportkarriered kapcsán, vagy inkább a magánéleted kapcsán érkeznek ezek? Igazából a magánéletemben abszolút nem szoktam ezzel foglalkozni. Én nagyon sokat olvastam régen is, akár a mérkőzéseim után, hogy... Az értékeléseket? Igen, az oldalakon. És rád milyen hatással volt? Igazából feltüzelt. Tehát, hogy lehet, hogy pont amúgy a valószínűsítem. Ez a jó sportoló akart, igen, hogy a Dominik is egyébként, remélem ő is ilyen, hogy látja ezt a sok negatívat, én is ugyanígy voltam vele, hogy feltüzelt, hogy már csak azért is megmutassam, hogy de igenis képes vagyok rá, de igenis ott tudok lenni, akár ugye válogatott szinten, mindenhol. Szóval, hogy ez a jó mentalitás. Nem szabad ezekkel, én azt gondolom, foglalkozni olyan szinten, hogy te saját magadat tedd esetlegesen egy olyan gödörbe, amiből nehéz ugye kimászni, hanem igenis ez tüzelően fel. Úgyhogy engem ezért is különösebbképpen örülök a Dominiknek, hogy ennyire ügyes, és hogy ennyire tényleg meg tudja mutatni, hogy de itt vagyok, és megcsinálom. De nem csak az osztás ment vele kapcsolatban, vagy megy, hanem azért úgy általában azt láttam a sportújságíró társadalomban, hogy egy picit az aggódás is jellemző volt. Tehát nekünk is azért itt olyan gondolataink voltak, hogy tényleg bírja-e majd ezt a tempót, és ez semmi negatívum nincs ebben, hanem egész egyszerűen nyilván vártuk azt, hogy tényleg jól menjen, de egy picit féltettük őt. Hát mind a 4 meccset végigjátszotta, egyiken se cserélte le Jürgen Klopp, szóval, hogy amúgy miért féltettük? Most már nem is értem egyébként. Mert magyarok vagyunk, és ami
ami jónak ígérkezik, attól félünk, ami rossznak ígérkezik, azt letagadjuk, hogy nem is lesz az olyan rossz, tehát igazából sem, történelmileg semmit nem tudunk szerintem a helyén kezelni. És pont az, amit mondott a Judit, hogy jönnek ezek a kommentek, nekem a kedvencem, az ettől sem lett olcsóbb a kenyér, én ettől nagyon ki tudok akadni, ha lenne egy pékségem, biztos, hogy minden Szoboszlai gól másnapján olcsó maradnám a kenyeret, csak azért, hogy megmutassam ezeknek a kommentelőknek, hogy tessék, hogy olcsóbb lett, lesz, olcsóbb lett. Igen, tessék, most örülsz. Igen, és hogy visszatérve a lényegi részére, szerintem azt már ki lehet mondani, azt még nem, hogy az új Gerrard meg stb. Az azért el van kapkodva, de azt, hogy meghatározó játékosunk van egy Liverpool szintű csapatban, azt igen, mert aki négy meccset végigjátszik, ráadásul ilyen teljesítménnyel, az mi, ha nem meghatározó ember. Egyébként az édesapja, ami nyilatkozott épp az NB1.hu-nak azzal kapcsolatban, hogy talán most egy pici időre legalább próbáljuk már elfelejteni a negatív gondolatokat és a negatív kommenteket, és jó lenne, ha tudnánk örülni az ő sikerének. Ugye érdekes, ő maga meg azt mondta a góljával kapcsolatban, hogy ugye edzésen hányszor gyakorolta ezt az utóbbi időszakban, és hogy 50 méterrel fölé rúgta, hogy mennyire jó az a típus, aki ez a, nem az edzéspíler, ugye van ez a fogalom, hanem a meccsen tudja kihozni, akkor oda koncentrálni annyira, hogy ott jöjjön ki a jó teljesítmény. Persze, sok ilyen játékos van, akire azt mondtuk régen is, hogy edzőspiller a meccsen meg rúgdosta a gólokat, nem rúgta a gólokat. Én abszolút nem féltem a Dominiktől, amikor a Liverpoolba szerződött. Én bíztam benne, mert egy nagyon jó játékos. Nagyon erős egyénileg, tehát mint karakter, és én biztos voltam abban, hogyha megkapja a lehetőséget, akkor élni fog vele. Nem hiába nem cserélte le a négy meccsen, tehát mind a négy meccsét végignéztem, és jól lő, jól adja be a szögletet, gólt lőtt, leföl, zakatol, odarúg, becsúszik, tehát annyira fekszik neki szerintem ez a Liverpool játék, tehát az a csapat. Tehát nem, hogy félteni nem kell, hanem hogy ez fekszik. Hát ő maximálisan meghatározó játékosa lett a Liverpoolnak, tehát fekszik neki ez a stílus, ez a csapat. Az, hogy három mondjuk egy gyors játékos van előtte, az neki szerintem jó, mert nagyon jól tud osztogatni, felér a támadásokkal, és ez a góljánál lehetett látni, hogy olyan önbizalma van, hogy ballal ezt egy nehéz rosszabbik lábával elrúgta, és lett, fél fenomenális volt. Én egyébként abban biztos vagyok, hogy jobb csapatba is fog még ő játszani. Igen, még innen feljebb az érzésem? 100%-ra mondom, ezt így van. És nagyon drukkolok neki. Azt nyilatkozta Klopp, hogy igazi gép, nagyszerű a taktikai képzettsége, és közben a piszkos munkát is elvégzi, lezárja a területeket, úgyhogy eddig eszmetlen jó vélemények érkeznek róla is vele kapcsolatban. Igen, hál' Istennek, hát gyakorlatilag ez a két ember, aki most azért nálunk nagyon kiemelkedik, tehát a Szoboszlai és a Varga, és mind a kettőnek más útja van, mint a többieknek, hiszen a Szoboszlainak azért döntő volt. A Szoboszlainak döntő volt azért, hogy az édesapja kiemelte, és csináltak egy gyakorlatilag kis klubot majdnem, és ott nevelkedett, ahol látszik az egyéni képzés, látszik az, hogy törődtek vele, plusz a tudatosság az, hogy először Szarnulga ment onnan Lipcsébe, majd így nyilván volt egy fokozat. Most, hogyha valaki Magyarországon bevágták volna a magyar csapatból a Liverpoolba, nem biztos, hogy tudna, még ha így is tudna játszani, még akkor is mentálisan nem bírná. De így megszokta, hogy fiatalon elmegy egy vadidegen helyre, ahol németül beszélnek, tehát, vagy osztrákul, tök mindegy, és akkor ott kell neki bizonyítani, onnan megint tovább megy a németekhez, tehát kicsit külön közegben van, és megerősödött ezáltal. Az más kis, hogy ezt már nyilatkozom, hogy szerencsés, mert egy csomó mindenről nem tehet. Magasnak született, gyorsnak született, sokat jól tud futni. Sok ilyen születik, és mégsem járja be ezt a pályát. Nem, ezek különleges adottságok, amit hoz magával, amiről nem tehet. Fater meg a muter. De edzés nélkül, meg a munka nélkül hiába, nem? Az jön hozzá, ez viszont hozzátette maximálisan ő, meg azért igényelték is tőle ezt nyilvánvaló, mert és ebben nőtt föl, és most tökéletesen jó rú, gyakorlatilag fejjel, nem tudom, hogy nem láttam igazából fejelni. De tényleg egy specialista, ami rúgásokban, amit én nagyon szerettem, hiszen a szöglet szabad rúgás, ez mindig hozzátartozik. Egyébként én a kommentekkel úgy, hogy nem hiszem, hogy olvassam, mert én szerintem... Szerintem már annyit kap, hogy ez úgy se lehet feldolgozni. Nem kell egyébként, ez egyébként érdekes, mert pont ez, hogy úgyis lesz negatív, tehát van, aki föl kell
reggel aztán elkezd. Akármit csinálnak, bármit csinálnak. Ha szőke vagy, akkor mély vagy az. Ha, ezért, tehát, ha nincs hajad, akkor mély ja, nincs. Igen. Tehát azért mondom, hogy amellett, hogy hát nem baj az, ha foglalkoznak vele, csak helyén kell kezelni a dolgokat. De ő szerintem ezzel nem foglalkozik a kommentben. Mert én azt gondolom, hogy nagyon intelligens. Lehet, hogy, hogy a, mondjuk a családtagokat ez sokkal rosszabbul érinti, mint őt magát valószínűleg. Mikor kapja meg a szabadrugások lehetőségét, vagy hogy épül fel egy ilyen, megvan az első gólya, hát most már azért szép lassan. Első gólya megvan, hogy... én egyébként most csomó híreket olvasok arról, hogy a Salah lehet, hogy elmegy, és hogyha elmenne, akkor ott lenne, hogy ő rúgja a 11-est, reméljük, de előbb-utóbb meg fogja kapni a szabadrugást is. Tehát azért a szögleteket ott már... Szögleteket már rúgja, már rúgott szabadrugást is messzebbről, de szerintem egyet fog rúgni, utána ő lesz az első számú. Fog ő még nagyon sok gólt rúgni a Liverpoolba, ebben biztos vagyok. Mint a kosárlabdázásban eszedbe jut valaki róla, vagy, a, vagy akire ő téged emlékeztet? Nyilván Jordan, nem? Fiatal. Nagyon fiatal még, de hogy tényleg valami olyan ikon, aki a kosárlabdázásban őt testesíti meg. Nekem a Juhász Dorka, ugye ő most kint van a WNBA-be, és szinte folyamatos minden mérkőzésen dupla-duplákat hoz le. Ő is ugyanígy nagyon-nagyon szépen fölépítette a karrierjét, mint ahogy a Szoboszlai, tehát hogy ő már nagyon hamar fiatalon, talán úgy emlékszem 15-16 évesen, már kiment Amerikába, és olyan egyetemre ment, olyan iskolát végzett, ahol tudta, hogy ez ugye az a WNBA előszobája, és iszonyatosan okosan felépítette ő is ezt. Tehát, hogy nekem ők ketten, és ráadásul szerintem ugyanúgy egyidősek, mert fiatal mind a kettő. Úgyhogy nekem abszolút a Juhász Dorka. Mennyire vagyunk bizakodóak a csütörtök estét megelőzően, a szerb meccs előtt? Azért persze az ember reálisan végignézi a kereteket, akkor a szerbeknél 14 topligás futballista van, és ebben nincs ugye benne Milinkovic, Savic, meg Tadic, meg nem is tudom ki a harmadik, aki most eligazolt top bajnokságból. Úgyhogy Mitrovic a harmadik. Mitrovic elment, szóval a mi csapatunkban 7 topligás játékos van, persze nagyon jól tudjuk, hogy attól függetlenül borulhat a papírforma, szóval mik a várakozásaitok a szerb meccs előtt? Szerintem vezetni fognak, és Szoboszlai és Varga gólakkal 2-1 ide. Kezdeni fog Varga? Én most kezdetném, megmondom őszintén. Szerintem én azt tippelem, hogy ő kezdeni fog. Meg egyetem, szóval mennyire fontos ez a meccs összességében? Nyilván óriási lendületet ad, de közben egyébként, hogyha netán nem nyerünk, vagy nem szerzünk pontot, akkor sem dől össze a világ. Szerintem abszolút van esélyünk, tehát nagyon jó a csapat szerkezete, a morál, tehát nagyon egyben van a válogatott, és az, hogy nem lesznek szurkolók, vagy nem lesz néző, az nem tudom, hogy hogy fogja befolyásolni a mérkőzést, de én azt mondom, hogy ha megnyerjük ezt a mérkőzést, akkor már abszolút kijutottunk, akkor azt lehet mondani, de az biztos vagyok benne, hogy egy döntetlennél rosszabbat nem fogunk elérni. A Vargát én is kezdetném amúgy, mert jó formában van, azért rúgja a gólokat. Meg ugye az egész csapat jó, tehát Sallai, Szoboszlai, Kerkez, jók a fiatalok, egyben vannak, így egy ilyen mix, hogy a idősebb és a fiatalok, így nagyon kiegészítik egymást, jó kapusaink vannak, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok amúgy. A válogatott is olyan, hogy sok esetben taktikai győzelmeket aratott, hogy úgy mondja, nem tudtuk uralni a játékot, de nagyon okosan játszottunk, nagyon jó az összetételünk egyébként játékosilag. Hát most majd meglátjuk, hogy ezek a plusz emberek, akik most már tényleg önbizalommal dolgozhatnak, mert a Liverpooltól kezdve tényleg topligások, hogy tudják-e, tehát ki tudják-e hozni azt, hogy most mi irányítjuk a játékot, ott vagyunk a pályán, vagy pedig mit tudom, majd irányítanak a szerbek, aztán megúsztuk valahogy, és x-elünk, vagy nyerünk esetleg egy kontrából. Tehát kicsit érdekes most, figyelem, de szorítok maximálisan, mert... Most aláírnátok tetszene. A döntetlent? Nem. Hát kíváncsi vagyok. Hát mondjuk az előny, hogy nincs szülkoló, mert... Gyerekek lesznek. De mennyi mehet be? Sok? Hát azt nem tudom, amikor ugye nálunk volt hasonló a szituáció, azért ott elég jó hangulatot teremtettek. Igen, jó lesz ez egyébként, de hát azért ők nem anyáznak, majd másképp szurkolnak azért. Nem tudhatjuk, Jani, nem tudhatjuk. Majd meghalljuk, mert azért már egy-két... Tudunk egy-két szót. Egy-két szót ismerjük azért a légiósok kapcsán, hogy beszélgetnek, hogyha éles a szituáció. Jó lenne egy döntetlen?
Mit mond egy sportoló, egy aktív sportoló? Hát én azt mondom, mindig a győzelem. Én akkor is, hogyha... Tehát én azt gondolom, hogy bárki ellen játszik, mindig azt mondom, győzelem, kész. Volt olyan tapasztalatod, hogy tényleg kettő napon felkészülni? Ugye azért jó volt látni az elmúlt időszakban, hogy mennyire fel tudtunk készülni a válogatottal taktikailag az ellenfelekre. Sokkal több nap persze máskor sem volt, de ez a kettő azért, ez már majd, hát nem kettő az, de hát most hétfőn volt találkozó, szerdán utazás, csütörtökön meccs, tehát ez eszméletlen kevés, a szerbeknek persze ugyanennyi. Igen, én azt gondolom, hogy ilyenkor mindig a saját játékával kell foglalkoznia az embernek, tehát hogy ugye a saját csapatát rakja össze a saját játékát, mit és hogyan szeretne játszani majd az ellenféle, nyilván meg lesz majd a videózás ugye a szerbek ellen, hogy mit szeretnének taktikai minden, hogy én azt gondolom, hogy mindenkinek ilyenkor most magával kell foglalkoznia, és a saját csapatával, és az, hogy ő kihozza magából a maximumot ilyen kevés időnél. Ugye én azt gondolom, hogy ilyenkor ez kell. X. Én lazán aláírnám. Valószínűleg ki is jön, hogy miért nem egyedül, belőlem nem lett ilyen sportolói tanítók között. Nyerni megy ők, nem x-el. Ja, figyelj, én már kinéztem, ötös a szorzónk, szerintem ajándék, tehát ez... ja, hogy de amúgy tényleg nem lehet úgy kimenni, nem egy csapatnak, hogy jó lesz az x-el. Most nem azt mondtam, hogy úgy menjenek ki, hogy x-re játszanak, hanem azt, hogy én olyan még az aláírom az x-el. Tehát azért az egy ilyen törvényszerűség, hogy akkor vereséget szenved. Játszunk a győzelemre, de ha most engem valaki megkérdezne, hogy beéred-e az x-re, én azt mondanám, hogy lazán, mert az egész selejtező sorozat pontjából az egy bőségesen jó eredmény szerintem. Nyilván ne úgy menjünk föl, hogy X-re játszunk, meg majd amikor a 87. percben 1-1 lesz, akkor fogok szurkolni a magyar gólnak, de egyébként ha X, hát ez legyen a hetünk legnagyobb. Hát igen, attól függ, hogy lesz X. Tehát hogyha mondjuk vezetnek 2-0 a szerbek, és a 85 meg a 92-ben egyenlítünk, akkor azt mondom, hogy de mi vezetünk 2-0, hát akkor már ne félig tele, félig üres pohár, ez igaz, de az egy pont az meg egy pont, hogyha összejön. Legyen 3. Legyen, persze. Jó, igen. Idejönben jó az X-et szokták mondani. Ez egy nagy mondás. De persze, hát mindig úgy megyünk. Csak akkor itthon nyerni kell ellenük. Mindig úgy megyünk, hogy igen, mindig úgy megyünk, hogy nyerni akarunk, de hát ők is ott vannak. Hát ez, ebben az a nehéz, és hogy hát nem, az ellenfél is nyer. Nem akármilyen futballisták, ugye igen, ők sem. Igen. Na jöjjön akkor a harmadik hír, Újpest Kisvárda. Maratoni csatában 0-1-ről fordítva nyert otthon 3-2-re az Újpest a Kisvárda ellen az NB1 hatodik fordulójának nyitó meccsén. A játékvezető 14 percet hosszabbított az egyes videózások miatt. Könnyebben is lezárhattuk volna a meccset, de úgy látszik, a játékosok szeretnek egy kis drámát hozni a pályára, de én nyilván jobban kedvelem, ha nyugisabbak a mérkőzések. Ezt az Újpest vezetőedzője Nebojsa Vignyevics nyilatkozta a meccset követően. A Lilák 6 kör után a tabella 4. helyén állnak, Vignyevics pedig azt is mondta, hogy szerinte az ilyen meccsek után mondják róla az ősz hajszálai miatt, hogy úgy néz ki, mint George Clooney. Lehet, hogy jót tesz neki, hogyha egyébként ilyen stresszesek a mérkőzések, nem tudom. Hát kemény meccs volt amúgy, igen. Tehát azért 14 percet nem NB1-ben, hanem a világon sem nagyon hosszabbítanak. Tehát, de itt azért hozzáteszem, hogy ott voltam élőben nézni, azért háromszor megállt, vagy nem tudom hányszor a mérkőzés, ott a VAR is nézték elég sokáig. Úgyhogy amikor felrakták a 14-es táblát, azért ott azt minden... Na, azt hittük, hogy csere, hogy a 14-esen, de nem álltott játékos. És akkor 14 perc, és akkor én mindig beszoktam nyomni egyébként a mobil, beállítom, és akkor benyomtam, és 14. Nézem, 6 percet, mondom, még van 8. Tehát azért ilyen hosszabbítás nem nagyon sűrűn van. Egyébként majd a tévések fogják megbuktatni ezt a rendszert, mert nem tudják a műsort összerakni, de egyébként... Ezt látjuk, hogy 10 percek a hosszabbítás. Én a VAR-ba oda föl edzőket tennék, mert amit megnéznek, most háromszor bebizonyították, hogy jól döntött a játékvezető. Nézik 5 percig. Így ültem és mondtam, hogy les, nem les. Erre ott 5 percig nézik. Hát kapásból láttam, egy lassításra, ha valaki nem tudja megmondani, hogy az mi, akkor amit a játékvezető döntött. Tehát ez egy abszurd. Tehát én nem is értem ezt az egészet, amelyet, hogy kell a VAR. Nálam kell a VAR? Ezt akartam kérdezni. De nálam ez úgy működne, hogy én vagyok a játékvezető. Lent van egy nagy tévé, ott a negyedik bíró, és amikor van egy szituáció, amit úgy érzem, hogy jó, ki jön, lefújom, ki, vagy ő beint nekem, hogy mici, figyelem, kimegyek, megnézem, és 11-es. Vagy nem tér. Nekem ne dőljön, még egy játékvezető felosztó, ott okoskodik, azt húzzák a vonalakat, milyen vonalat. Meg azt nem tudják eldönteni, hogy mi az, hogy les. A mi időnkben volt, ugye egy vonal les volt,
meg a les-les volt, tehát háromból kettőször jól döntött. Most ugye az egy vonal az nem, már nem, nem les. Erre les. Mert most hogyha Ikova meg, úgy tudom én, ki egymás mellett állunk, és neki 52-es lába van, mert annyi van, a másiknak van 41-es, akkor az lesen lesz, nem? Mert a bukán kegyfaj, és ennyi leőri van a lába, és behúzzák lesnek, mert a vonal ott van, ne idegesíts már. Ember, hát a test a lényeg, meg a két láb. Hogyha a lábam egy kicsit összeér, de előre vagyok, akkor nyilván még nem, akkor nem vagyok lesen, mert eleve adva van, itt a kapu, a csatár merre fog dőlni arra, a védő az egyenesen áll. Tehát amikor indulok, a fejem előrébb van, tehát lesen vagyok, de én arra akarok szaladni, nem azért, mert lesen vagyok. Vagy csak mondok egy példát, mi az előnye annak, hogy valaki lesen áll, és a félpályánál fölpasszolnak egy labdát, és hátulról a védők mögül visszajön a védelmi fal elé, és megszerzi a labdát, és behúzzák lesnek, mert les volt az elrúgás pillanatában. Ha milyen előnyöm, hogy onnan visszajönök a védelmi fal elé 10 méter, azt higgyák a partjező anyját, hogy mit indegetsz, mert azért ezt behúzza mondjuk megye egybe, megyek kettőbe, ott azért másképp néz ki, mint hogyha itt húzza be. De ott nincsen van. Na jó, de behúzza a partjelző, ha hülye, mondjuk, mert különben levezi. Azért mondom, hogy egy csomó olyan dolog van, ami húzza az időt. Törekvés az, hogy azért hosszabbítanak ennyit, hogy több legyen a tiszta játék, hogy hát, ha akkor kevesebb lesz a reklamálás, a fedrengés. De pontosan ebben nem tudnak. Most, hogyha valakit így melbe ennyi van, a srác oda kap a fejéhez, és lefekszik. És piros. És akkor bejön a stáb, ami idő mert nem, ugye voltak ezek a kis kocsik meg. Aha. Most nem, most bejön a stáb, és egy kisebb műtétet végrehajt a fickon. Hát most nem viccelek. Hát ezért hosszabbítanak 14. Hát azért. Hát most aki összesik a pályán, azt leviszem, ottan. Bejön a két, ezért leviszi és csinálja meg, mert hogyha annyira sérült, akkor minek jön vissza? Nem hiszem, elájul. Általában nem szokott a problémájuk lenni, csak no de, fel no de, kellnek no de megy az idő, utána. Megy az idő. Kicsit hát pihenni. Hogy megy az idő, jó, csak jönnek, hogy itt a hosszabbítás. Fú, én ettől, hogy rosszul vagyok. Egyébként akkora színészkedés van, hogy rossz nézni. Egy miért? Kosárban nincsen. Nincs. Én nem voltam színész, nem. Tehát én nem csináltam azt, hogy 16-osot csesztem, és kamót így beakasztottam a saját lábam. Nem, én gólt akartam rúgni, azt mentem előre, inkább nem akartam elesni. De ha kellett egy kis pihenő? Amikor a Király Gabi meg tudta válni a feszőjét, azt azért aláírom, hogy... Vagy ha érzed, hogy a csapatnak kell és hogy... Jó, hát akkor megtettem persze. De én egyébként az, annak örültem, hogy neki a mi időkben nem volt VAR. Tehát azért örültél? Hát én örültem, mert... És ilyen egyértelmű les volt, és nem vették észre? Nem erre, hanem az én játékomra meg azért voltak csapattársaim, meg csatártársaim, hogy nem nézték vissza, voltak azért, én így a magány zsivány voltam, én mindent megtettem a győzelemért, a csapatomért. Tehát azért jó, hogy nem nézték vissza egy-két szituációt. Mondd ezt egy-két példát. Nem szeretnék mondani, nehogy visszanézni. De kamu eleséseid voltak? Nem, inkább az, hogy mondjuk ráálltam a lábára, onnan indultam, ja. Vagy egy kicsi könyök, érted? Ez most ez meg lehet, hogy egyből piros. Jó, de ezt szeretem az ilyen vad játékokat, amikor odamész, odaállsz. Igen, de most visszanézik, most az kapsz egy pirosat. Most meg már, mi van egyből mindegyik összeesik. A mi időnkben például ilyet, hogy valaki hasraesett, így kifeküdt, tuti ráléptek a kezére. Hát olyan nem volt, behúzta. Behúzta. Tuti, ráléptek a kezére. Nem, akkor egyébként érdekes, más volt a játék. Csak mondok egy példát, én Ózdi gyerek vagyok, és ifibe pénteken volt utolsó edzés, és mondjuk MVSC-vel, Dior Győrrel valaki játszottunk. Nekem harci lázam volt már egész héten. Tehát most, ha belegondolok, egy tök gyomorideg, meg készültem, mert a Dior Győrrel játszottunk. Most egy ifi meccsen látott, hogy röhög a gyerek, nem érdekel. Tehát teljesen más volt, más. Mi egy kicsit az életünkén, úgy éreztük, hogy az életünkén játszunk. Tehát most csak járatjuk a labdát, csak mondjuk egy példát. Vezet az ellenfél, van hát a 10 perc, és a hazai csapat, a félpár ellenfél térfele feléről hazapasszolja a kapusnak, ami most nem hazadás, ugye nem fogja meg, de hát a kapus a 15-ösön áll nálam hazadás. Hát ezt megcsinálta volna Ózdon valaki, és kint van 3000 barátom, annyi volt melós, az mondta, hogy te a jó édes anyád, gyere be dolgozni a gyárba, mert én gólt akarok, te meg... Mi adja haza? Most az hazadja, kezd előről,
puf, hátradják, te jó Isten, hát mondom, igen. De az jó, de most ez az egész Guardiola-féle egész pályás egykapuzás, ez most úgy divatba jött, ami sajnos olyan is csinál, aki nem tudja. Tehát probléma az, hogy olyan is csinál. Tehát én azt mondom, hogy egy kicsit másabb lett egy kicsit a futball, és pontosan ezek a ütközetek, amikor azért épp azt beszéltük, hogy ha megnézzük, rúgja Lewandowski, vannak ezek a gólvágók, és akkor mutatják a gólt, és a 15-ösön belül tök üresen ott áll. Hát régen, most aki gólvágó volt, azt követővel fogták, hát nem hagyom ott üres, mert ez berúgja. Rúgja be a másik, lehet, hogy kiadja, de ez be fogja rúgni. És ezért ott nem, rúg 40 gólt, mert ott hát nem állnak mellette. Most a Szoboszlai ott van, kipattan a labda, nem volt senki, kipattan a szögletné. A kapu legveszélyesebb része, 11-es méter, 16-os között, nincs ott senki. Alig bírtam meg kijutni én is azt a lövést egyébként. Na jó, jó eltalálta. Nagyon nehéz labda volt. Bármilyen kitalálták, hogy lehet, hogy lesúlt. De egyébként... Jó, de ez is már megint az a kötés volt, hogy nem látta a kapust. Volt némi igazság benne, de... Te nem saját játékosan pattan meg? Nem. Csak takarta a kilátást elvileg. Egyébként én nagyon sajnálom, hogy nincs a kapu mögött kamera, mert kapus szempontból, mert nagyon jó megnézni utána. Mert most már ezek az elemző rendszerek tudnak ilyet, és bele tudjuk. De most egyszer sem mutatták meg egyébként, de én mindig mondom, hogy az nagyon jó, mert mondják, hogy kapusi vagy, én mindig azt mondom, a gyerekek, ha hátulról látom. Ha hátulról látom, akkor mondom meg, hogy szerintem kapus hiba, vagy nem, vagy valami. És a kapusnak is jó, mert egy csomó olyan hibát észrevesz, amit a hátulról látja elemzésnél a védést, mert így oldalról, most az, hogy most előtt állt, vagy nem, az attól hátulról. Miért nem tolta ki a védelmet a kapus? Hát azt mondom, hogy ide. Hát meg nem mennek, hát ezek olyan dolgok. Még először is az, amiről beszélsz, akkor itt a nagy pirosban van. Tehát összecseréltem nem, a szélét. Nem, nagyon jól lőtted, nagyon nehéz labdát, és viszont nem volt a kapusnak. Volt, nagyon szép nem, volt. Nem, az csak itt azt mondták, hogy persze. Takartak kilátást. Csak persze. Hátulról nem látta. Ha nem takarta volna, akkor is gól. Persze, ez mindenhogy. Miért jött be szerinted egyébként ez a hosszabbítás? Ez ugye a top edzők egyre inkább felszólalnak, mert ugye ezt nem tudom hány hetente plusz egy meccs terhelést jelent. Tehát ha játszol hétközben, játszol hétvégén, azért ennek van jelentőség. Ez igaz is, sőt, én is kicsit visszavettem az arcomból ebből a véleményt, illetően mióta hallottam az elmúlt percben. Igen. A Rodrit nyilatkozni, aki azt mondta, hogy ez tök jó, csak hogyha te úgy osztod be az energiádat, hogy nem tudom, 92-3-4-5 perchez vagy szokva, akkor a 101-re már lehet elfogysz annyira, hogy utána megszakadsz. És ez egyébként erre nagyon oda kéne figyelni, viszont szerintem, ha csak a VB-t nézzük, ahol ugye ez ilyen kimondott, minden VB-n van egy játékvezetési alapelv, és akkor most éppen ez volt az, hogy akkor hosszabbítsunk annyit, amennyit nem szégyellünk. És hát az első fordulóban voltak ilyenek, hogy a három olyan szaúdi-arabiai játékos kapott görcsöt az argentinok ellen, aki utána másfél percen megfutotta élete sprintjét, kaptak rá egy 17 perces hosszabbítást vagy mennyit, és szerintem látványos volt, hogy a második csoportkörbe jóval kevesebb volt az ilyen, mert látták a játék, hogy oké, fölöslegesen fetrengünk a földön, mert igazából magunkat szivatjuk, úgyis visszakapjuk a végén. Szóval ott szerintem rövid távon ez bejött, viszont nyilván nem szabad csak ezt nézni, tehát a játékosok testi épsége is fontos. Azért most évelején is komolyabb szinten is voltak komoly sérülések, amik azért így nyilván nem lehet mindegyiket ennek betudni, de hogy azzal is kalkulálni kell, hogy ez pontosan hány játékperc plusz terhelés, mert azért ha ez egy szezon során nézed, akkor egy pár tíz, pár száz összejön belőle, és azért az már marhára nem mindegy, hogy 3000 vagy 3500 percet játszol. De egyébként én azt szoktam mondani, hogy ez is a hosszabbítás, tehát 2x15 perc hosszabbítás. Most én fölkészítek egy játékost arra, hogy 90 percig fussa szét az agyát, hogy nyerjük. Ugye? És akkor rátesznek 2x15 percet. Most egyrészt egészségügyileg is, most például Magyar Kupa, Népkupa meccsek. Most egy megy egyes csapat, hosszabbítást játszik, egy NB3-assal, mit tudom, mert a X van. Egy olyan, aki amatőr futballista elvileg, 90 perc után még játszik 30-at, plusz meg a 11-es. Hát ez egészségileg is lehet komoly zűr, tehát én nem értek egyet a hosszabbítással, mert a mérkőzés az 90 percig tart. Utána 11-es. És akkor legyen 11-ből? Hát most már angoloknál Liga Kupában az van, mert nem hülyék. Hát ott mennyi meccs van? Tehát annyi kupában. Hát ott ugye ismételni kell, tehát... Hát de van olyan, hogy X, és akkor úgy úristen, na az kemény. Az az egyik. De én azt mondom, legyen 11-es, akkor
részt, mert a szuperkupa döntő most egyből 11-esek jöttek. Igen, mert igen. Játékosnak mondom ez. Akkor most első félidőben nem cserélek, úgy rakom ezt a csapatot, akkor kicsit visszavesznek, mert hát ha hosszabbítás lesz. Meg az utolsó 10 percet igazából meg is öli az, hogy jön majd a 215 hosszabbítás, hogy mehetsz a konyhába, mert úgyse fog semmi történni, mert elkezdenek spórolni. Jó, de újra játszás van még egy meccs, az szerintem még durvább. Azért 11-es. De ez amúgy nem rossz az a 11-es. Legyen ilyen rávezetés, nem félpályáról, mint a kispályán, nem? Hát az nem. Hokiban viszik rá. Egyébként csináltak azt, csak a mostaniaknál ez jó, de mi időnkben abból lett volna a lábtörés, mert mi egy kicsit másképp jöttünk ki, mint a mai kapus. Nani bácsi, hogy jött volna ki, mi? Hát, ahogy illik. Voltak kemény dolgok, de mindegy. Hát az volt szép idő, de ez is szép, persze. És az Újpest szurkolóknak is aztán most... Pontosan. Ezért viszonylag jó időszakuk van. Úgy van a csapat, hogy a negyedik helyen, hogy 3-11 pontos együttes is van. Szóval szerintetek a közeljövőben mondjuk eljöhet az az időszak, hogy az Újpest is ott lesz a Fradi kihívói között? Én nagyon-nagyon remélem. Ugye én mióta főleg szorosabban követem, és Újpest rajongó vagyok. Én azt láttam... De ez köthető Curtishez, vagy előtte is esetleg egy picit szimpatizáltam. Jó, legyen kicsit köthető hozzá. De én azt vettem észre, hogy a tavalyhoz képest például, amikor esetlegesen gólt kaptunk, akkor mondhatjuk így, hogy kaptunk, szóval hogy kapottam az Újpest, akkor picit azt láttam, hogy... összeesett, összezuhant a pályán a csapat, hogy úgy szétestek fejbe. És most pont például ugye a mostani meccs, amit megfordítottak és megnyertek, hogy ott hiába az elején gólt kaptak, akkor is mentek tovább, és meg tudták nyerni ezt a meccset, és nekem például ezt tavalyról, vagy az előtte lévő szezonról, ez nagyon hiányzott. Én azt láttam, hogy nagyon sokszor összeestek fejben a pályán, hogyha olyan dolog történt, hogy gólt kaptak, amiről mondjuk potyagól volt, vagy nem számítottak rá, most viszont nem ezt látom, hanem azt látom, hogy igenis hiába kaptak most gólt, attól függetlenül ugyanúgy fejben ott maradtak, tudtak koncentrálni, és igenis meg tudták nyerni a mérkőzést, és azt nagyon-nagyon jó látni. És hát olyan jó, hogy negyedik helyen ott vagyunk. És kosarasként egyébként mi az, ami megfogott téged ebben a világban, a futballközegben, vagy kifejezetten mondjuk az Újpestnél, a Megyeri úton? A szín mi? Azt jól áll a lila. Vagy nem volt választásod, aztán kész. Igazából ugye Ati mindig mondta nekem, hogy ez olyan, mint egy család, és tényleg az. Tehát az Újpest az egy család, és annyira megszerettem azt a közeget, ami ott van, és annyira tényleg más, hogy egyszerűen magával vitt és magával ragadott. És saját sportágokban nem éltél át ilyet, vagy azért ott is vannak ilyen kis szigetek? Nincs ennyire. Nincs. Őszinte leszek, nincs ennyire. Nagyon szeretek minden sportágat, tehát hogy én mindent is nézek, nagyon szeretem, de tényleg valahogy a foci, ami... van, hogy tényleg a foci a világon, az mindenkit összehoz, és az tényleg annyival valahogy másabb, ez tényleg igaz. És azt, hogy az Újpest is egy család, ez is nagyon magával vitt, úgyhogy nekem annyira tetszik, és én úgy szeretek mindig kijárni a Szuszába, a meccsekre, hogy nekem magával ragadott az egész, meg hát a társaság is, jó, amilyen minden, emberek volt annak. Egyébként megfertőzött. Igen, tél, megtud, nagyon. De hát mondom, jó társaság is van, szeretnek engem ott, és azért ez is sok. Jó helyen vagy, igen, így van, így igen. Van. Hát mindig mondták, hogy a sportok királya, az atlétika királya, a futball. Ezt azt mondták, hogy én mondtam először, nem igaz. Jaj, ez de nem rosszul esett. De egyébként ez teljesen egyszerű, mert ugye belegondolunk a kosárlabdában, még az egyedül olyan, ahogy játszhatom egyedül, találok egy palánkot, dobálok, igaz? De a többi sportág a futballon kívül azért nem olyan egyszerű. De itt leteszel két követ, van egy fa, és tudunk játszani. Tehát ez egy ilyen játék, és ezért is az egész világon el tud terjedni, mert a kézilabdában is, hát sajnos azért vannak a 3x2-es kapuk kint, mert a kézilabda miatt kirakták annak idején, mert futballra nem jó a 3x2-es kapu, de hát talán kell kiskapuzni, hát mindenre lehet, mert ez is lehet. Tehát azért mondom, hogy de a futball az tényleg ilyen különleges. Egyébként itt a Újpesttel kapcsolatban annyit, hogy amikor a Fradi edzője voltam, akkor szembesültem először, mikor megtanultam a taktik értekezletet a Újpest meccs előtt a Fradi pályán, és indultunk kifelé, és kijöttem én először, kilépek, és
1500 ember, és nem akarom mondani, hogy miket mondtak, hogy mit csináljunk az Újpesttel, és 1500 ordított Lipcsék ilyen fehérek lettek, mint a fal, meg én is, mert tudtuk, hogy ezek itt lesznek akkor is, mikor visszajövünk. Hát persze. És nem mindegy ám, hogy hogy jövünk vissza. Hát persze. Igen, hát ez sikerült nyerni ott Újpesten, ami ezért ritkább az érdekel. És akkor 1500 ember volt, hát ott havaj, ott utána takaríthattak másnap délelőtt. Tehát mondom, itt ha megnyertük volna a bajnokságot, olyan ováció volt. Tehát azért ez a lila-fehér, meg ez a zöld-fehér, ez nem árt, hogyha az Újpest azért ott van a spiccen. El tudod kezdeni, hogy mondjuk a dobogóért menjen ez a csapat? Ez az elmúlt években mindig a végén azért ugye oda kellett figyelni, hogy ne legyen gond. Aztán sose lett gond szerencsére, de most akár azért lehet merészebbet nem, abszolút, álmodni. Abszolút el tudom képzelni. Tehát a csapat, ahogy a Judy is mondta, így mentálisan, mint hogyha jobban egy belennénk, jobb az öltöző, a hangulat, egymásért jobban küzdenek a fiúk, és tényleg, hogyha mondjuk hátrányba is voltunk, meg tudtuk fordítani, nem estünk össze, és azért nem hiába van azért hat meccsen 11 pontunk, tehát itt azért nagyon sajnálom itt a mezőkövesi meccset, azért ott egy-egy lett, és ott az a két pont, azért 13 ponttal nagyon-nagyon jól állnánk, de így se lehet panaszunk. Mindenképpen pozitív vagyok, tehát jól kezdtük, sokkal jobban, mint az elmúlt években a bajnokságot. Beszélünk arról, hogy 4-5 magyar szokott lenni a kezdőcsapatban. Most is azt beszéltük, hogy 5 magyar játszott, tehát fiatalok, jól igazoltunk, tehát azért a Kis Tomi meg a Tamás Krisztián nagyon-nagyon jó igazolás volt, Csobot Kevin szárnyal, úgyhogy nagyon jó azt látom, hogy a csapat abszolút pozitív, és nagyon remélem, hogy ott leszünk, igen, ott leszünk a nemzetközi kupáért való harcban, és ott van még a magyar kupa, mondjuk azt azért ne felejtsük, hogy a Pécset kaptuk, nem lesz könnyű egy meccses idegenbe, de a kupát is meg szeretnénk nyerni. Az elemzések, az a tereszortod itt az NB1.hu-nál, szóval esetleg az Újpest játékában mit lehet kiemelni? Jó, hogy kérdezed, mert direkt megnéztem a számokat. Amúgy... Mi lett volna, hogyha nem? Hát akkor fejből kéne legendáznom valamit. Nem, igazság szerint az van, hogy az Újpestnek elég kiegyenlítettek a számai, hogyha ezt az XG modellt nézzük, hogy várható gólok, stb., akkor kb. 1,3 körül kéne lőniük meccsenként, és ugyanennyi körül kapniuk nagyjából. Nyilván ez ugye 6 meccs, és nem meccsenként, tehát más egy Paks elleni 0-3, meg más, amikor jól elvered a Vidit. Tehát ezek nyilván egybe vannak mosva, de 6 meccs alapján talán már így összességében azért elmond valamit, hogy ebben kiegyenlített az Újpest, abban is kiegyenlített, hogy 1,8-at kap és 1,8-at lő átlagosan, tehát nyilván mind a kettőt fölül produkálja. Ezek önmagában, ez azt jelenti, hogy azért ezek a számok szerintem úgy egy középmezőnybeli helyezést olyan sokkal magasabbra nem predesztinálnak, tehát meg azt is érdemes nézni, hogy idegenben eddig egy vereség, egy döntetlen, ráadásul a Puskás ellen az szó szerint centiken múlott, hogy nem lett abból is vereség. A hazai meccsek meg igazából mind egy góllal húzták be, ami nyilván ne felejtsük el, hogy az Újpest tavaly is nehéz első fél szezon után egy jó tavasz produkált, tehát szerintem a céljaikhoz mérten nagyon jól állnak most, viszont mielőtt itt elhinnénk azt, hogy hú, majd így dobogó, meg második, harmadik hely, stb. Tehát nagyon jól játszik az Újpest, meg szerintem jó Újpest meccset nézni, viszont az, hogy hazai pályán egy-egy gólokkal húzott be a meccseket, az egy nagyon pozitív dolog, viszont nem lehet egy egész szezonon át ezt csinálni. Tehát ugye mindig mondják, hogy a szurkolók milyen fontosak, hát most megpróbáltam ezt egy kicsit így matematikailag levezetni, hogy otthon szerintem a közeg is hozzátesz ahhoz, hogy ez a plusz egy gól mindig megvan, idegenben már nem. Én azt mondom, hogy ez a teljesítmény ez nagyon simán elég lesz arra, hogy ne legyen komolyabb izgulnivaló, de ahhoz, hogy tényleg dobogós álmokról lehessen beszélni, ahhoz már azért egy picit még ennél is feljebb kell javulni. Nem mindig kell a statisztikával foglalkozni szerintem. Persze, amikor könyökölsz, akkor nem kell VAR, amikor felülnök, akkor kell. Kéne. Nem, így könnyű. Jó, hogy régen nem volt VAR. Igen. Maradjunk. Csak ott nézzünk. Ez a mai adás tanulsága. Szemre nagyon jó az Újpest, meg szerintem játékban is, viszont van ennek még azért most egy plafonja. Ennyi fért bele a mai adásunkban, reméljük, hogy jól szórakoztatok. Ha tetszett a műsor, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és jöhetnek a hozzászólások, a vélemények. Egyébként pedig Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, megtalálhatóak vagyunk minden fórumon, és olvassátok az nb1.hu-n az elemzéseinket, a sztorikat, a blogokat és a híreket. Egy hét múlva is jövünk, akkor már tudjuk, hogy hogyan teljesített a válogatott. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük. Mindenkinek köszönjük a figyelmet. Szép napot, sziasztok!